Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön World War 3. Igen, foglalkoztat ez a játék, és meg kell mondjam, a Sniper gameplay, amit itt láthattuk, úristen, mekkora élményem volt vele, és hihetetlenül jól éreztem magam, és beszélnem kell nektek róla, legalábbis egy kicsit a Sniperről, mint olyanról, és hogy milyen érzéseim voltak vele kapcsolatban. Minden shooter játéknak a Sniper játék valahogy egy jó eleme, és egy kiemelkedő eleme, amivel az emberek szívesen foglalkoznak. Viszont, hogyha nem nézted meg az első videómat erről a játékról, legalábbis ha nem nézted végig az első videómat erről a játékról, és vettenéd magadnak azt a kérdést, hogy megvegyem ezt a játékot, mert hogy teljes mértékben pozitív véleményeket hallasz erről a játékról, és én magam is pozitívan beszéltem erről a játékról, akkor itt elmondom az elején, hogy amit annak a videónak elmondtam a végén, hogy várj vele, várj ezzel a játékkal, mivel hogy a készítők mostanra már kerestek vele annyi pénzt, hogy lássuk, hogy mennyire akarnak foglalkozni ezzel a játékkal. Mert hogyha akarnak foglalkozni ezzel a játékkal, ez a játék úgy odaveri a Battlefield-et, armát és akármit, mint a Sheets, tehát AAA kategóriába simán és nyugodtan ki tud emelkedni, hogyha a megszerzett pénzt, amit most megszereztek Early Access-ként ezt a pénzt, beleforgatják a játékba. Ha nem teszik ezt meg, ezt a játékot nagyon gyorsan el fogják felejteni, mint az összes többi ilyen nagy projektet, amit kisebb cégek akartak csinálni. Egyetlen egy játéknak sikerült kitörnie, ugye, konkrétan az elmúlt időben ebből a játékosok ne felejtsék el, és ez a PUBG volt. A PUBG készítői nagyon jól csinálták az elején, és a pénzt, amit megszereztek a PUBG-val, azt szépen-szépen vissza-vissza forgatták a játékba, jobbá tegyék. Egy adott pontig ugyebár, és az az adott pont az kb. Most van, és most úgy érzem, hogy például a PUBG-t nem update-elik úgy, ahogy kellene, és olyan irányba, ahova kellene, és ezt a tömérdek mennyiségű pénzt, amit kerestek, ezzel a játékkal nagyon-nagyon rossz irányba forgatták bele, nem vissza a játékba. Tény, hogy a PUBG készítői készítenek jelenleg egy másik játékot, és valószínűleg sok pénzt viszel az is. Na de, ugyanez a sors várhat erre a játékra is, hogyha a készítők a megszerzett pénzt már beleforgatják a játékba, visszaforgatják a játékba, ez a játék kurva jó lesz, és reméljük, hogy nem fogják nagyon elcsúsztatni semmelyik irányba. Jelenleg egy olyan egyensúlyt érzek a játékban, ami kevés játékban van meg, fegyver és gameplay terén, pályaszerkezetek terén. Egy nagyon kifejezett jó egyensúlyval, egy nyélbe ütött, ugye, Battlefield és Arma keverék, fantasztikus fegyver játékkal és egy súlyrendszerrel, amit kitaláltak. Mi egyelőre azt mondom, hogy elég jól ki van találva. Tényleg innen, onnan, mindenhonnan loptak ötleteket. Battlefieldtől, Armától, Insurgency, szerintem mindenhonnan, és a készítők biztos vagyok benne, hogy nagyon tapasztaltak shooter játékok játszásával, kiérződik a játékból, hogy egyszerűen fogtak több játéknak jobb elemeit, a legjobb elemeit, és beleimplementálták a játékukba, és ezzel nyilván ütöttek valami nagyon jót, és hamarosan kijön a Battlefield 5, a nagy versenytárs, konkrétan, tehát merem azt mondani rá, hogy versenytársa ennek a játéknak, ugye egy AAA kategóriás játék versenytársa lel ebben a játékban, szóval azért ez nem kutya. És lényegesen olcsóbb ez a játék. Na, de várjál a vásárlásra, viszont Early Access. Ha félre tudod tenni azt az érzetet magadban, hogy ez egy Early Access és rengeteg hibája van még, akkor vedd meg, mert nagyon jó. Ha ezt félre tudod tenni, ha nem, akkor meg, így jártál. Akkor leved meg. Na szóval, Sniper játék, jesszus Mária. Hát játszottam a játékkal ugyebár, és így csodálkoztam, hogy ez meg néha kapok el lövés, insta halok. Mi a francet mondom, ez meg nem hiszem el, hogy itt is a Sniper játékot így elkúrják, hogy faszom, egy lövéssel ki tudnak szedni, és akkor egy nagy Sniper olda lesz ez az egész játék, és pöcsöm úgy, hogy egyik játékba fogtam, neki fogtam, és hát akkor próbáljuk ki a Snipert, mert nálam az nagyon eldönti, hogy a jövőben fogok-e játszani ezzel a játékkal. A Sniper egy olyan dolog számomra a játékokban, ami nagyon kétélű. Elsülhet arra, hogy egyáltalán képes vagyok abba hagyni a játékot, amiatt, hogyha a Sniperek
túl erősek, és ez arra készíti a játékosokat, hogy nagyon használják őket, és metaként használják a játékban, és ezzel rontsák az élményt, és az egész egy sniper lövölde legyen. A másik pedig, hogy annyira jó a sniper játék, ugye, és annyira skill alapúra van téve, és a fegyverek úgy vannak megcsinálva, hogy még én is kedvet kapok játszani hozzá. Nem vagyok egy sniperes sniperes játékos, hogy őszinte legyek. Utoljára nagyon élveztem a snipert az Battlefield 4 és Modern Warfare 2, tehát COD Modern Warfare 2-ben élveztem nagyon a snipert. Tudom, két külön játék, de ott ebben a két játékban nagyon nyelbe volt ütve számomra a sniper. Na most itt ebben, hogy mit csináltak, mert muszáj volt kipróbálnom, mert nem zavart, hogy egyszer-kétszer ilyen insta halál volt a történet, és hát akkor kemény tesznek vetettük alá. Fogtam is, és csináltam is egy ilyen 50-es kaliberű összeállítás, féleséget, és fingom sem volt, mit raktam össze, de precízió sniper minden esetre, és közel-közép távú távcsövet raktam rá, a pályák nagyjából, tehát nem voltak túl nagyok, a pályák megfelelő méretűek voltak, ahhoz, hogy kevesebb ember is játszon vele, és ez azért nagyban befolyásolta a játékot, mivel hogy nem volt teli szerver egyszer sem, ahol játszottam, és ez azért a taktikussági elemet, az, hogy nem teli van egy szerver, nem 64 főn fut a szerver, ezért nagyban átalakítja, és sokkal higgadtabb játékra ad lehetőséget. Na de, beszéljünk akkor egy kicsit továbbiakban, ugye, hogy hogyan alakult ez a gameplay. Megcsináltam ezt a snipert, és wow, bakker, és megint csak mondom, ebben a játékban is van egy ugyanolyan rendszer, mint a Battlefield 1-nek a sniperezési rendszere. Van egy ilyen sweet spot a snipereknek. Viszont a sweet spot, és ez úgy vettem észre, hogy ez a sweet, tehát ez a tökéletes táv, ahol one shot, one kill, ez a tökéletes táv, ez csak fejesre működik. Tehát egy shotolhatsz valakit, ha fejbe lövöd, és akkor, hogyha ezen a tökéletes távon lövöd fejbe. Igen. Ez az, amit vártam egy sniper játéktól. Legyen meg ez a tökéletes táv, és fejbe lövése. Hogyha ezen a tökéletes távon kívül van, és fejbe találod, nem hal meg egy golyóba. Gyönyörű. Nem kell több. Köszönöm szépen, ez van. És de ahhoz nagyon távolnak kell lennie. Tehát ez félreértés ne essék. Tehát nem azon, hogy egy méterrel már kívül van a tökéletes távon, és nem hal bele. Nem. Ahhoz tényleg távolnak kell lennie, hogy ne haljon bele egy fejesbe, mert hogy megvédi a sisak. Szóval ez nagyon ott van a szeren. A másik pedig akkor a golyóejtés, és a golyóejtés mértékével a sebzés is fantasztikus. Tehát volt olyan, hogy távolról testen lőttem valakit, 23-at sebeztem rá. Egy 50-es kaliberű sniperre mi van? A valóságban szét kéne robbanjon az ember konkrétan. Na te nem, itt nyélbe van ötve. Golyóejtés távolra, nagyon csökken a sebzés. Ha nagyon távol vagy, még ha fejbe lövöd is az illetőt, nem biztos, hogy belehal, mert meg tudja védeni a sisakja. Hogyha természetesen az ellenfeled, akire rálősz, lightweight, vagy medium weight, tehát a súlya, amit cipel magával, a páncélzat, amit cipel magával, hogyha az könnyű felszerelés, akkor fejessel természetesen minden távon ölni fogod azt az ellenfelet, de hogyha nagyon fel van szerelve biztonságra, defense-re, akkor nem fogod. Ettől függ, hogy milyen távolságban van. Na most, beletartozik ebbe, ugye, hogy ebben a játékban a gyógyulás nem full, nem teljes gyógyulás. Három szegmense van az életednek, és mindig csak egy szegmens gyógyulsz vissza. Ugyanakkor egyes kasztokkal vissza tudod magad gyógyítani teljesen, teljes mértékben. És emiatt, ugye, hogyha mondjuk negyed életed van, vagy mit tudom, már félig le van, vagy két csíkot lelőttek az életedből, vagy egy csíkot lelőttek az életedből, akkor a sniperekkel teljes mértékben mindenkit egyhitelni tudsz, akármilyen távon szinte. Megint csak mondom szinte, mert hogyha nagyon távol vannak, akkor még az is lehet, hogy megúszszák azt az egy lövést, akkor, amikor az enemy egy élet szegmense van csak, még lehet, hogy akkor is megúszza a lövést, attól függ, hogy milyen távol lövöd. Köszönöm szépen, hogy van végre egy játék odakint, ami a sniper játékot megérti, és olyanná fejleszti, ami
tényleg a sniperkedésre ad lehetőséget, valódi vadászatra és türelemre késztet. Mert hogy nem akarsz lőni akármikor, című történet, mert mellé lősz, észrevesz, nem fogod tudni helyből megölni, fejest kell akkor lőj, hogy megöld, és nagyon ki kell válogatnod. Figyelned kell a társaid, mikor nyomulnak egy adott irányba, és egy tökéletes supportként adni, vagy látod, hogy lőnek egy enemit, és te akkor kell meglőd, ki kell számold a golyóejtést és előlövést, tehát hogy elő, ahogy fut az enemi, elé kell célozzál, vagy épp mögé, vagy blablabla, bla, bla. De nagyon-nagyon-nagyon ki kell számolnod vele a lövéseket, és Isten, annyira jó érzés volt vele játszani, végre egy kis kihívás volt a sniperben, nem faszom kickscope, meg Battlefield egyszerű sweet spotok, ahol meglövöd és instahal még akkor is, hogyha bokán lövöd. Itt nem. Volt egy ilyen tökéletes táv, de csak fejre, és az sem minden távon volt fejre, és hogyha az a tökéletes távon, ha le van lőve az élete az eneminek, mindegy, akkor már egyhitelni fogod. Ha nagyon-nagyon közel vannak, azt vettem észre, hogy akkor is egyhitelet, de egy kicsit le kell legyenek sebezve, mert nem fog teljes mértékű lövést adni. A páncél, ami rajta van az enemén, hihetetlenül befolyásolja a sebzésedet. Hogyha az már le van lőve egy kicsit, akkor egyhitelet, de hogyha fel van épülve az a páncél, és főleg, hogyha heavy, akkor alig fog sebezni rá egy páncéllal, egy sniperral, szóval kurva jó játék. Nagyon ki van találva. Tehát Istenem, Istenem, kérlek, tehát így kérlek, hogy fordítsanak energiát, időt és pénzt vissza ebbe a játékba, hogy becsületesen megcsinálják ezeket az apró kivákat, kijavítsák, ami van ebbe a játékba, és akkor ez a játék lesz az egyik legjobb ilyen nagy Battlefield-szerű 64 főre kialakult játék. Egyszerűen nagyon-nagyon durva lenne, tehát nagyon remélem, hogy nyélbe üték. Nagyon rég volt már, hogy élveztem ennyire egy ilyen szerű játékot, és tényleg, hogy visszahozta azokat az emlékeket, a régi skilleket, hogy úristen, mit is csináltam ebben a helyzetben, hogy is volt, merre is kellene, és így rég volt már ilyen. A mai shooterekben, ahol így nyílegyenesen kell menni előre, aztán az enemibe pofádba jön, és nem kell gondolkodni, nincsenek, alig vannak kerülöttek, és a többi. Ez a játék, ez más, és mint mondom, eddig a fegyverek, amelyekkel játszottam, wow, teljesen jó volt, egyediek, és a sniper le a kalappal. Le a kalappal. De ezek első benyomások, tehát vegyétek figyelembe, hogy ezek első benyomások. Úgyhogy még sok van, sok minden van még a játékban, amit le kell tesztelni. Nagyon sok minden van benne, hogy tényleg egy körkép alakuljon ki, de ez első benyomáson nagyon jól érzem magam ezzel a játékkal. Srácok, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, hagyj egy kommentet, Facebookon is megtaláltok, Discord szerverünk a videó leírásában, azt is megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!